Október 13-ára tűzték ki hazánkban az önkormányzati választásokat. A Fidesz-KDNP Bonyhádi szervezete bejelentette jelöltjeit. Nagy meglepetés nincs, egy kivétellel ugyanazok indulnak, akiket 5 évvel ezelőtt megválasztottak a bonyhádiak, élükön Filóné Ferenc Ibolya polgármesterrel. Polgármesterként egy ciklus van mögöttem, azt megelőzően főállásban egy ciklusban alpolgármester voltam, és egyébként 1998 óta vagyok az önkormányzat tagja, 4 cikluson keresztül választott képviselőként vettem részt ebben a munkában. Hát nagyon sok minden történt ebben az 5 évben, és nagyon gyorsan el is repült ez az 5 év. Számos beruházás, fejlesztés, felújítás valósult meg, akár pályázati pénzekből, akár egyedi kormányzati döntések alapján, vagy akár a város saját forrásából. Összességében, röviden össze akarom foglalni, akkor azt mondhatom, hogy a város vagyona, az önkormányzat vagyona ebben az 5 évben 40%-kal nőtt. Szerintem ez egy nagyon beszédes szám, és ezzel sok mindent elmondtam. Új út, elkerülő út épült, sportcsarnokot építettünk 40 év után, mondhatjuk, hogy gyakorlatilag teljesen újat, hiszen az alapokig lebontásra került a 40 évvel ezelőtt épült. Számos intézményünk újult meg, bölcsöde, óvoda, családsegítő és gyermekjóléti központ, a várajai ifjúsági tábor, és még hosszasan sorolhatnám. Számos olyan tervünk van a jövőre ezzel a csapattal, amin már dolgozunk, és amelynek a felújításai és beruházásai bízom benne, hogy megvalósulhatnak. Amire már megvan az egyedi kormánydöntésünk és a forrásunk is, az a Perccel kuriális kastélynak a felújítása, illetve a városi sporttelep fog megújulni, a kettő együtt közel 1,5 milliárd forintból, és szeretnénk a volt strand területén egy nagy családi parkot minden korosztálynak játszótérrel, a kicsiktől egészen a tinédzserekig idősebbeknek a használatára is elkészíteni, ami szintén egy olyan terv, ami reményeink szerint 1-2 éven belül megvalósulhat. A felállás az 5 évvel ezelőttivel szinte azonos egy jelölt személyében lesz csupán változás. Pál Gábor nem indul újra, helyére Köllő Roland érkezhet, aki a tavaly megalapított Bonyhádi Sportközpont vezetője. Amikor a polgármester azt mondja, hogy fölkért erre a feladatra, akkor örömmel vállaltam el, hiszen tudom azt, hogy egy jó csapat alakult ki most itt Bonyhádon, illetve olyan eredményeket ér el a város, amiért érdemes dolgozni, és remélhetőleg a közeljövőben is ilyen eredményeket tudunk elérni. Ugye a csapatmunka az nem ismeretlen számomra, hiszen mind a mellett, hogy a Bonyhádi Sportcentrumban is a kollégáimmal nagyon fontos az összhang. A másik hobbim, illetve hivatásom a labdarúgás iránti szeretet, és most már 6 éve vagyok a Bonyhád Völcség Labdarúgó Klub felnőtt csapatának az edzője. Ott is nap mint nap meg kell küzdjünk a feladatokkal, folyamatosan csapatot építünk, folyamatosan arra törekszünk, hogy minél jobbak legyünk, és arra törekszünk, és az a hitvallásunk, hogyha valaki egy bizonyos szintű munkát elvégez, akkor biztos, hogy annak lesz eredménye. Szabó Tibor alpolgármester azt mondja, soha nem fejlődött még annyit Bonyhád, mint az elmúlt 5 évben. Amikor belevágtunk 5 évvel ezelőtt, akkor még nem gondoltuk, hogy mekkora óriási fejlődés fog végbe menni Bonyhádon. Ember emlékezet óta, legalábbis az én emlékezetem óta ekkorát Bonyhád még nem fejlődött. 9 milliárd forint érkezett a városba, 40%-kal nőtt a város vagyona. Ha valaki megnézi az útjainkat, és persze nyilván lehet mindenhol rossz utat és járdát találni, de hát a zömét az utaknak felújítottuk, járdákat felújítottuk. Intézményeink energetikai felújítása megtörtént, a művelődési központ és a körülötte lévő rendezvénytér felújításra került. Azt hiszem, hogyha valaki Bonyhádon körbe megy, akkor nem kell magyarázni az eredményeket. Égi Csaba, a Bonyhád másik alpolgármestere szerencsésnek mondhatja magát, hiszen a belváros képviselőjeként számos eredményt tud felmutatni. Itt történt a legtöbb változás. Szerencsés vagyok, hiszen itt rengeteg dolog történik. A legtöbb dolog nyilván a városban itt. Álszerény lennék, ha azt mondanám, hogy nincs hozzá közöm, de természetesen ugye a városközpontra jobban koncentrál a város. Mi történt nagy vonalakban az elmúlt 5 évben? Hát a városközpont talán legjelentősebb beruházása, ez a rendezvénytérnek a komplex felújítás, ez a művelődési ház mögötti terület, ugye kapott egy teljesen új külsőt, megtartva a régi gyönyörű szép fákat, új sétányok, szökőkutak, egy olyan szabadidő eltöltésére szolgáló tér, ami még Bonyhádon nem volt. A másik, ami szerintem nagyon fontos,
ez a főutcának, a Perceltmór utcának a komplex teljes felújítása, az új útburkolatot kapott, és egy kerékpárúttal is gazdagodott. Amit én nagyon fontosnak tartok, ez a József Attila utcának a felújítása, ez azt hiszem, nem tévedek, hogy Bonyhád legrégibb utcája. A pénz rendelkezésre áll, de sajnos a rossz hír az, hogy ebben a ciklusban már nem kerülhet erre sor. Arra tekintettel, hogy a közműveket is fel kell újítani, hiszen mondom, hogy 100 éves közművekről van szó, és természetesen annak meg kell előzni az útburkolatot. A közművekre pályázat van beadva, ami még nem került elbírálásra, úgyhogy amint az elbírálásra kerül, akkor a rendelkezésre álló forrásból mindjárt meg tudjuk oldani ezt is. Bonyhádon, bár már leadták a kellő számú ajánlást, tovább folytatják az aláírás gyűjtést. Az egy első, mondhatnám, hogy rohamunka, amikor a hivatalos híveket megkapjuk, hogy valaki regisztráláson és a szükséges ajánlásokat összegyűjthesse ahhoz, hogy képviselő vagy polgármester lehessen. Ez gyakorlatilag néhány óra alatt szombat délután összegyűlt, és ezeket adtuk le a Városházán nem olyan régen. De mi szeretnénk ebből az alkalomból minden választópolgárhoz eljutni, ezért magát az aláírásgyűjtést tovább folytatjuk, valamennyi képviselőtársammal, én jó magam is szeretnénk eljutni az emberekhez, beszélgetni velük, és ezért a továbbiakban is gyűjteni fogjuk az aláírásokat.